Sziasztok tesók! Ismerős lehet a helyszín. Donakeszin vagyunk, és ma Zolit nagyon-nagyon meg fogjuk szivatni. Jó napot! Jó napot! Mit szeretnénk? Jöttek megkérni. Amúgy a kutyák harapnak. Baszki. Gyere. Szia. Most bemutatom nektek Bedét. Viselkedjé, mert gyere, Bede. Szétszedem szádat. Gyere, hát szia. Itt van Bede. Viselkedjé. Szia. Viselkedjé, mert tudod a sztorit. Kapsz a szádra. De aranyos, de hogy bekussolt, hogy bevettem az ikrek. Ikrek. Hát szia, Bede. Mi a helyzet? De hogy remek, nézd már, hogy lábad. Remek, nagyon fél. Pedig én vagyok a névadód. Hát most akkor... Újított magának egyet. Mit? És minek? Minek? Neki kellett az. Kellett más. De várjál már! A lámmosód nem oda kéne vinni a medence mellé? De igen, várjál! Tegnap megérkezett, azt mondja, vettem magamnak medencét. Amúgy! Az nem jó? Az nem. Az övé. Azt mondja, nekem kell egy, azt mondja. Ez beteg. Jó, itt pedig. Csinálom. Nem vagyok ilyen cool guy. Ez tök jó. Hát én mondom, szerintem bele fogom menni. Is. Nyugodtan. Kinyissam? Nem, még később. Ja. Még várhatunk egy kicsit. A másikból úgyis megváltozunk. A kicsi. Jövőd, nagyon remélsz. A kicsi. Aha, a kicsi. A kicsi. Ötjön meg a szívét, de jól remeg. Remeg az egész testet. Hát Zoli, azért figyelj. Aha. Azért ebbe egy fejes. Azért ebbe egy fejes. Hát annyi, hogy az csak egyszer kell. Na, ebbe csak egyszer kell fejest ugrani. Igen, többet nem. Többször nem lehet. A következő fejest a felhők között ugrod. Nem is jó, ez is jó egyébként. Amúgy igen. Ja. De várjál már, akkor, de ott hűtöd is közben vele? Ez ja. Adja a levegőt. Ja. Ez adja a levegőt, hogy hamarabb megsüljön a kolbász, hogy gyorsabban ja, tudjatok ja, ja. Enni. Köszönöm. Ja, te. Mondd már el, hogy miket mondtak neked. Azt hiszi, hogy egy hülye vagyok. Jó vagyok kaptamba. Na, megvan. Fél 9-kor átmentem a szomszédba, adjam egy kompresszort, vállamon a medence, főfújja a medencét, visszajöttem, azt mondja, apu nem normális, azt mondja, bank azt mondja, mert papa be van kaptamba. Minek a medence? Miket élsz most, de hát nem csak minek miattunk. A medence, azt mondja, itt van a nagy, mondom, nekem külön akarok fürödni, azt mondja, hát te hülye vagy, azt mondja, minek be fogom zöldülni, szarok rá, külök valgába. Honnan van ez a medence? Jaj, jóre, újítottam. Az honnan volt pénzed rá? Nem árulhatom el. Mert akkor sok ember megkeresne. Atya világ! Mert szóljál már, mikor mehet, jó? Jó, szólok majd azonnal. Jó. Akkor szerintem nem is kell nagyon killódni, itt van előtted, akkor... Zoli, te nem férdesz velem? Hogyne. Nem, én már vagyok is. Ja, hogy abban vagy. Hát nem, de leszek ebben. Ja, de várjál, már nudista srandom vagyunk, vagy nem tudom, hogy mit akarsz, Zoli. Csobbanjunk egyet a vízbe. Csobbanjunk egyet. Jössz kicsim. Sziasztok tesók, itt van velünk Zoli. Sziasztok. Itt vagyunk a Zoliéknál. Sziasztok. 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 De tudod, amikor már tököd ki van, már megint valami van, az meg. Vágod, kitalálunk már megint. Sziasztok. Nem vagyok semmiféle LMBTQ, én csak egy egyszerű buzi vagyok. Na jó, ez jó volt. Hölgyek ki az elsőbségi, akkor én megyek. Menjél, Zolikám. Ez nem nagyon szarozik ez az ember. Aha, biztos vagyok én ebben amúgy. Járókeret. Tudod! Mi? Fú, tényleg jó a víz, azt kell mondjam. Te is érzed, Balikám? Jó a víz, Bede. Balázs. Valamit csinálj már, Balázs. Te mit akarsz csinálni? Valamit csinálj már, húzd előre. Húzd már ki, nem tálam, húzd ki. Ilyen a borult, és pont egy hűvös napon a nyár. Várj, hogy kell megünnepelni? Az majd később jön, nem? De ez lemoszható, nem? Hát törölgesd jobban, azt akkor majd igen, le lehet. Nagyon ütés. Nagyon ütés. Tesszük, mi baby? Mennyire a császár? Fú, Zoli! Befűznéd?
Nem rossz, nem rossz. Nem rossz. Lehet egy kicsit csokibb. Zoli, mekkora tüdőid van neked? Mennyi a kapacitás? Amikor voltál legutóbb tüdőszűrő, mit mondtak, hogy meddig bírod a víz alatt? Ilyen 3 másodpercet csatszoltak. Amikor még 18 voltál, amikor még ment a igen. Pergett. Akkor ilyen 3 másodpercet. Na hát akkor mérjük le most, jó? Mérjük itt. Vagy pedig menjünk át a lábmosóba. Azt mondják, arra fele is jók nők vannak, arra a medence fele. 3, 2, 1. De Zoli, ezzel meg mi lett? Mi van a medencével? Hát várj, oké, hogy a f***m az összement a medence is. Na, visszanőtt. Cseréltünk. De várjál már. De most akkor mi van? Csináljunk már egy izét, egy kibírja továbbot ebbe. Jó. Mert emlékszel, hogy tavaly ott csináltuk. Igen. Na és most ebbe. Itt kéne megcsinálni. Na várjál, még ezt ki kell pihennem, mert k***ra hideg. Meg. Mi az? Belerúgta az meg. Belerúgott ez az állat! De valahogy fogjátok már meg, vagy valami? Hát mit csinálsz? Mit csinálsz? Papa! Zoli elintézte a medencét. Nagyon kedvesek, tényleg. Olyan drága volt. Hát az el... Haló! Ennyi pénz, haló! Na hát! Miért? Folyik a víz! Valaki nagyon elintézte a lábamat! De ez bele! Mi a f***? Ki te csinálsz, Zoli? Nagyon van meg! Kemény a lábad, haver. Hát de tovább szakította a víz, tovább. Amikor de engedte. Mit csináljunk ezzel most, hirtelen? Igen, éles a lába. Ilyen éles a lába. Nézd meg! Még a lábát is szétvágta. Nem vagytok normálisak. Nézd! De mi lett ezzel? Nézd meg, milyen éles a lába. Lábfejed. Nem, ez a... Átszúrta direkt, és egy oldalra. Nem, ezt a prank kedvéért hagytam, mert figyelj, direkt 2 hétig nem vágtam le a lábújkörmemet, mert hogy majd ezt tudjam vele csinálni. Megszülettem! Megszületett Zoli! Gyerekek, figyeljetek, a pranket nagyon jól át kell gondolni. Egy pranket nagyon jól át kell gondolni. És a másik lábam is kapott egyet. Mivel csináltad a buga? Viccerrel! Akkor olyan azzal? A buga szétvágta. De te mit csináltál, te állat? Nem mondod! Nem láttam, hogy ott a lába. Meg. Ez nagyon szép, nem? Hát nem nagyon, de... Hát azért nem van rászint, de rendesen. De várjál, mert belevágott a talpába is. Belevágtam a lábába. Belevágtam a lábába? Hát, aha. De nem azt, hanem, hogy mit csináljak most vele, mert én fogalmam sincs. Gyereki! Bekötjük. Be lesz kötve, oda fölrakod a lábad. Jó, elintézted a gyereket. Ebbű baj lesz. Júj. Azért a prank részét én szívtam meg jobban szerintem. Szokott vannak ilyen tékei, de ez túl gyanús volt nekem, hogy és akkor külön medencé. Csétáimmal mi lesz? Majd akkor ki fogja állni? Mondd meg, hogy nem megyek. Ide szerveztük a medencét is, megcsináltunk mindent, felengedtük vízre is. Lajos, megy! Jó, kiszúrja majd az oldalt, az átszúrta a gyereket is. Olyan szépen, picit nyomtam csak bele pedig. Hallod? Ülj le oda. Szar. Nem baj, itt az izé, erre rag rá. Ja, lábadat gondolom. Lábadat kellett volna fordítva. Jiha. De csak felületi, látszik rajta, ugye? Nyugtassatok meg. Az. Nem, most semmi. Jó, az akkor az lehet röhögni. Nem fáj, csak csíp amúgy. Az mi? Az mi csoda? Betadni. Fertőtlenítő. De miért szopom be, miért én szopom be az ilyen videókat? Azt mondja már nekem valaki meg. Sokat gondolkoztam azon, hogy ezután vajon milyen tartalom lesz. Hát most már nem kell ezen gondolkozni. Valaki adjon egy szál cigit. Mindent a csatornáért. Sikeresen kivágtad a gyereket is, majdnem meg a medencét is. Bármikor YouTube-ra csinálunk videót. Igen, én szopom be mindig. De a lábad szopja be mindig. És a bal is. Nem kell most egyenlőre. Fölvettük már hét elején a kapcsolatot.
Úgyhogy... Néztem, mondom, megjött a izé, tegnap vagy tegnap előtt jön, látom, benn van a medence, hogy vettem magamnak egy medencét. Én, Balázs. Én. Ezt nem hiszem el. Vagy én. Most akkor ki? Most akkor ki? Hát én is én vagyok. Hát ez az. Sokan szerettétek volna, hogy csináljunk Breng háborút. De ezek után biztos, hogy nem lesz ilyen, úgyhogy ezt felejtsétek el. Hát súlyos lábsérülése van egy, persze, egy fiatal embernek, valószínűleg kábítószer hatása alatt is áll. Itt vannak már az utcában, akkor... De jönnek, itt igen. Nem azt mondtás, hogy később jön. Zoli, gyújtsára egy cigire. Van még ebből a... Van még ebből a... Apuka, mit csinálsz? A sokba vagy, apuka! Várjál, tudod mi volt a legszebb? Hogy egy pillanatra még azt hittem, hogy ez is prank. A hát talpad. Ez már nem prank. Jó, nem. Apuka, kicsit sincs ki. Hát segíts már neki. Fogom. De merre megijél már ennyire? Na, várjál, mindjárt. Jó? Jó, ezt tedd le, óvatosan. Ezt tedd le. Szódát? Várjál meg. Szódál, amúgy így áll egyet, belevagy. Pofonváglak, hátrafel ébredek. Szódát? Szódát, így áll egy kevesed. Szódát? Nem, jobban vagyok. Már sokkal jobb. Már jobb? Aha, jobb. Láttad, hogy megvágta amúgy a talpamat telibe? Igen, láttam. Telibe. Nem telibe? Felületesen. Nem telibe. Felibe! Lehetett volna rossz. Felibe! Azt meghallottam, most belevágok, hogy 5 centit. Amúgy hagyjál már, rosszul leszek, ha ilyeneket mondasz. Hát komolyan!